Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr! Először is én is szeretném megköszönni a rendőröknek a munkáját, amit az elmúlt hónapokban végeztek, nehéz körülmények között, alacsony bérért, de azért az előterjesztés mégiscsak Miskolcváros közbiztonságáról is szól. És én azt gondolom, hogy ezért nem annyira jó. Én nem akarok itt a számokkal vitatkozni, és igazából számháborúba sem belemenni, de én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a miskolciak biztonságban érezzék magukat, és ezért azt is látjuk, hogy a város az sajnos egy olyan folyamatoknak az eredményét éli meg, amit úgy is mondhatjuk, hogy a város lyukósodik. Egyre több olyan városrész van, ahol egyre nehezebb fenntartani a rendet. És akkor most kicsit hagyd maradjak a saját lakókörnyezetemnél, Perecesnél, csak az elmúlt hónapokban több olyan eset is történt, ami egyébként eddig nem nagyon volt jellemző, az utóbbi évek változásainak eredményeként jelenik meg, például a gyaloghídnak a tönkrevágása, buszsofőrnek a megtámadása, lopása családsegítőtől, illetve olyan közterületen verekedés, ahol 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedtek. Tehát azt látjuk, hogy bizony vannak komoly problémák, és én arra kérem a rendőrségnek a szakembereit, hogy Perecest tekintetében bizony komoly előrelépések szükségesek, és komoly rendőri intézkedések. Köszönöm. Az 5. napirendi pontról szavazzunk. Javaslat a Miskolci rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására. Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatot kell döntenünk. Kérem, hogy szavazzunk. Megállt ütemű közülés 22 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 5 távollevő mellett elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.